Vasárnap egy újabb fontos mérkőzés, a Budafok látogat ide a Kórház utcai stadionba. Érdekes a Budafok teljesítménye, hiszen a Magyar Kupában is ott lesznek a legjobb négy között. Milyen játékerőt képvisel az ellenfél? Hát egy jó képességű csapat, remek formában vannak most, tavasszal is sok mérkőzésüket megnyerték már, viszonylag kevés gólt kapnak egy stabil védekezésből, de magasabban is védekezve talán a szokásosnál egy nagyon jó kontrázó csapat. Nem véletlen kerültek be a Magyar Kupa elődöntőjébe se, Kisvárdát búcsúztatták, tehát NB1-es csapatot. Egy nagyon fegyelmezett játékkal, valószínűleg erre számíthatunk hétvégén is. Szerintem kevés helyzet lesz a mérkőzésem. Reméljük, hogy abból minél többet ki tudunk majd használni. Mivel lehet megfogni ezt a budafoki együttest, illetve milyen játékkal fogtok készülni vasárnap? Hát egy picit más rendszerben játszanak, mert eddig most tavasszal nem játszottunk olyan ellenfél ellen, aki három belső védővel játszik. Most ezt gyakoroltuk nyilván a héten. Reméljük, hogy ezt tudják a srácok, meg tudják valósítani az eltervezett taktikát. Hogyan jelenleg a keret, lesznek olyanok, akik most már újra a rendelkezésedre állnak? Hát most szerencsére most szinte majdnem mindenki visszatért, de a betegség miatt most megint kidőlt egy-két emberünk, de remélhetőleg, hogy a legjobb 11-et tudjuk majd pályára küldeni hétvégén. Múlt vasárnap nagyon sok szurkoló látogatott ki a stadionba. Fontos lenne, hogy minden hazai mérkőzésre kijöjjenek a szurkolók és buzdítsák a csapatot? Hát egy nagyon jó hangulatú mérkőzést tudtunk most játszani a hétvégén. Sajnos nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, ezért nyilván van bennünk egy kis csalódottság, de hogyha ilyen hangulat lesz ezen a mérkőzésen is, akkor biztos vagyok benne, hogy itthon fogjuk tartani a három. Hogyan készültök erre a találkozóra? Ugye a Budafok még a Magyar Kupában is áll, ott van a legjobb négy között. Igen, hát elég ilyen kis furcsa a Budafok, de elég most ebben a szezonban elég stabilak lettek. Oda kell rájuk figyelni. Ugyanúgy készülünk rájuk, mint minden csapatra. Jön a következő mérkőzés, ugyanúgy kielemezzük őket. Megpróbáljuk úgy edzéseket is, vagyis hát ugye a szakmai stáb megpróbálja az edzéseket is megtartani, hogy fel tudjunk rájuk készülni, de ez a következő lépés a bajnokságban, most a Budafok az, sikeresen szeretnénk szerepelni. Az, hogy ott vannak most a Magyar Kupában, az azt mutatja, hogy egy elég ugye stabil csapat, de nem kell tőlük félnünk, meg nem is kell, tehát úgy kell belemennünk a mérkőzésbe, hogy azt nekünk meg kell nyerni, nekünk nagyon fontos lenne ez a három pont, mindenkinek így kell gondolkodnia, tehát az egész csapatnak, és úgy egy következő ellenfélnek kell tekinteni őket. Mennyire változott a Budafok kerete az elmúlt időszakban? Mennyire ismered az ellenfél felett, és hogyha igen, akkor ez adhat némi plusz neked a kapuban? Természetesen vannak olyan játékosok, akikkel még én együtt fociztam. Eléggé kicserélődött azért a keret, de ismerjük őket, tehát tudjuk, hogy ki mit tud, kinek mi a hiányossága esetleg, de nem ezt kell nézni, a mi utunkat kell nézni, a mi játékunkra kell összpontosítani, és csak az visz minket előre, hogyha arra koncentrálunk, ami nekünk fontos, a saját játékunkat kell törődni, és meg kell